Lesz még heti XD. Nem klippelnek. Klippelni kéne, mert hogyha klippeltek minden vicces dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlen vicces, csak jó lenne visszalátni egy heti XD-ben, akkor megcsinálom. Vagy megcsináljuk. De nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent. Ezt a videót már több mém oldalon is láttam, illetve egy részletet láttam belőle. Ez elméletileg nagyon vicces. Nézd bele, amit küldtem most. Pont ezt küldted, mi? Miért jöttél nekem piszkavassal az előbb szatyor felünkkel? Fölveszi! Jaj, de még mindig nálam van, te aranyos! Milyen kis tomboló van, csak meg sem... Folyamatlag garázdaságért és zaklatásért föl foglak jelenteni. Mi a f*** az ember? Ez meg sodrófával jön. Köszönöm szépen! Hagyod abba! Kiütöm a kezedből azt a rohadt telefont! Nem, hagyod abba! Nincs meg elvette a sodrófával. Na megállj! Ez réle, ez komoly! Csíbazd meg! Ez a szomorú magyar valóság akkor lehet, nem? Vagy ez mi? Ezt nem tudom. Nagyon fura. De miből tudjuk, hogy ez real vagy nem real? Két szülő alkoholista palinak meg valami betegsége van. Fú, bazdmeg, szerintem meg vagy miket fogok nézni. Hogyha ez tényleg ilyen jó content. Engedd el, te rohadék! Ennek piszkavassal jön, de aranyos! Milyen moskos férgek, ketten fegyverrel, egy fegyvertelen emberrel! Nem, mi kezdve be megyollak? Hát hogy gondoltam én? Ne rúgjál, ezt így föltöltik, és nem küldje ezt valaki a rendőrségnek amúgy, vagy mi a f***? Ez szörnyen, a szörnyek idegállapota egyre kritikusabb és tolerálhatatlanabb. A balhé ezúttal abból robbant ki, hogy puszival szerettem volna Ládikámnak megköszönni az ebédet, aki egy apró szellemességem miatt már előzetesen meg volt szikértyulva rám. Tanya ütött rám, a puszi elfogadása helyett, míg én fegyvertelen voltam. Szatyorfülő pedig csak hamar piszkavasat ragadván a segítségére sietett. Fel fogom jelenteni ezeket a velejéig romlott sátánfészek dementorokat. Betelt a pohár. A piszkavas végül az erdőbe repült, ahol egyedül szomorkodhat. Ez kemény. Mi az, hogy piszkavas sajosz nekem? Az hogy képzeled meg is? Gyertek! Úristen, ez nagyon para. De az is para, hogy ezt így actually nézik. Nem, hogy nézzük még. Te hülye állat, te! Szívrohamon van, a rendőröket hívjátok! Szívrohamon van! Szívrohama van. Úristen, itt kiabál a mama, hogy szívrohamon van, a mentőket hívjátok, és nem történik semmi. Mi a faszom ez? Ez rosszabb, mint a családi. Ez még rosszabb. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Markó Gergely Imre, alias DJ Neo True vagyok. Sokan már nagyon várták ezt a videót, elhatároztam, kicsit megkomolyodom. Ő élvezi amúgy azt, hogy kínozza a nagyszüleit, vagy szüleit? Vagy itt mi történik pontosan? Kivideók jól világítva a dolog. Jó karácsony estét! Nem hülyeskedek! Vigyázz, papa veszi a videót! Vigyázz, papa veszi a videót! És akkor így... Úristen, ők ezt így elviselik, hogy mindent felrak a YouTube-ra. Valószínűleg az öregek nem is tudják, mi az internet lényegében, és ő csak felrakja róluk a videót. És ezt így emberek nézik. Tudnak róla, hogy fent van, és ők nem tesznek az ellen semmit, vagy mit tudnak tenni? Most érted, hogy kis öreg emberek, rendesen sajnálom őket. De finom, incsiklandó halászlevecske. Már most kéri rá? Hát még 40 percig lesz videó. Ez cirkusz. Ez sajnos cirkusz. Senki ne maradjon ki az ünneplésből. Hallgatják a rádiót amúgy az öregek. Aranyosak. Kicsit sajnálom őket, tényleg. Jaj, a reklámot nagyon nem szeretem. Kicsit halkítsuk, mert kifejezetten idegesít. Idegesíti a reklám, bro. Hogy van az édes pici szatyor fülünk? Mit akarsz? Ne fegyél föl engem sem! Az Isten p***om meg! Szegénykém rosszul vagy? Dehogy vagyok rosszul! Dehogy vagyok rosszul! Adjál békén! Papa, ez mind fönn lesz az Facebookon! Nyugi, Facebookon! Gergőkém, ezt ne tedd ki az IVIV-re! MyVIP-re nehogy kikerüljön! Windows XP-t használ gyerek, rajta vinampal, meg minden. Komolyan? Ez akkor egy ilyen időben visszautazós dolog lehet, nem? Hogy itt az idő az így megállt. Mert úgy is néz ki amúgy a hely. Jaj, de gyönyörű szép szexi zamatos bejgli! Gyönyörű szép szexi zamatos bejgli! Olyan jó lenne egy kis karácsonyi zene. Léci szörnyim. Nem. Karácsonyi zene? Mennyivel jobb lenne, mint a reklám? Jaj, de gyönyörű szép színes fényfoltok. Mintha sok kis kedves angyal tenné tiszteletét. Tudtam, hogy ezt fogja mondani, annyira éreztem. A magyar ember evés közben nem beszél, aki meg nem beszél, az unalmas, úgyhogy folytatás később. A gonosz internetes zaklatóid megtalálták IP cím alapján, hogy hol laksz, és meg akarják ölni a kutyádat. Semmi gond. Gyilkold meg őket, aztán törzd le a Surfsharkot.
hogy máskor védve legyél. Jaj, ne, ne ülj meg! Ne! Jó, ennyi elég volt, szerintem beléptem a pakontúrásba, meg. Nem tudod megnézni a kedvenc mesédet, mert a magyarokat mindenből kihagyják? Akkor főzd le a Surfsharkot, és elfelejtheted a nyomorodat másodperceken belül, mert a világ bármelyik pontjára kerülhetsz. Ez neked nem érhető el, jól megszólod. Költözd valami élhetőbb országba el. Esetleg adót szeretnél csalni? Áfát szeretnél csalni? Hát ebben segít neked a Surfshark. Képzeld el. Csak válasz ki egy olyan országot, ahol nincsen áfa, és 27%-kal olcsóban tudsz venni dolgokat online. Néha. Nem mindig működik. És amúgy ez lehet, hogy nem legális teljesen, szóval vegyetek fel a maszkot mindenképpen, ha ezt csináljátok. Egyetlen előfizetéssel akár az egész családot is használhatja egyidejűleg. Szóval kattints a leírásban található linkre, és élvezd a 83%-os leárazást és a 3 extra ingyen hónapot, amit kapsz a linkemen. Folytatjuk a karácsonyozást. Most indítottam el a karácsonyi zenét. Transmitterecske sugározza. Emeletről a földszintre. A rádió átsugároz a gépéről. Kicsit több mint 2000 évvel ezelőtt megszületett a Jézus Krisztus. Tessék? És akkor azért jön ki a szádon, hogy én gonosz vagyok. Nem, régi sírelmeket nem hánytorgatunk. Régi sírelmeket nem hánytorgatunk. Baszdmeg, míg be van az ember? Ez nagyon para. Mi rajtunk lőhög a félvilág? Nem rakom, ezem ágában sincs. És tényleg nem rakta föl amúgy? Ja? Várj. De. Vittes a szituáció, mert nem én vagyok benne amúgy, de... Hát, ez kemény. Ezzel valamit csak kéne csinálni, nem? Olyan, mint hogy egy backroomba lennék. Mosolyogjál. Nem mosolyog. Egész nap dolgoztam, le akarok feküdni. Csak egy fél órát. Egész nap dolgozott és le akar feküdni. Ma van szentes, tehát egyszer van ilyen különleges alkalom minden évben. Nekem már sokadik. Nekem már a nagyon sokadik. Nekem még kevesedik. De hát egy család vagyunk, hogy mi az ez? Mi az ez? Csinálsz, hogy ilyen víz van itt a fürdőszobában? Nem én voltam. Mellé húgyozott, Tuti, hogy mellé húgyozott. Tévé most nem kell. Inkább ezt nézni. Letöltöm majd neked. Nem! De igen! Mit vissza? Nagyon-nagyon rossz nézni. Nagyon nyomasztó, azt hittem viccesebb lesz. De szépen kérlek, ne bánj! Engedj oda! Nem tudom, meg... Az Isten... Meg, nem rugdostalak! Biztos kevesnek a szüleim. Nem már! Karácsony este van! Mindjárt szétarom a tévét! Mi lesz a Palival, meghalnak a szülei? Nem tudom, valószínűleg dolgozik, vagy valamit biztos csinál. Nem hiszem, hogy csak a kettő öregnek a nyugdíjában élnek, mert az eléggé, hát nem tudom, nem sok. Van egy fontos bejelenteni való. Fontos bejelenteni való. Na, halljuk. De most, ne azt a hülye tévét bámul meg a... Nem hülye! Mit ártott a tévé? Van 2011-es karácsonyi videója is, és abban is ugyanezt csinálja. Tehát több mint 10 éve tölti föl a videókat az internetre a szüleiről. Karivan 1000-rel, yeah! Itt még azért a hangulat jobbnak tűnt. Gyere, cseréljünk kettőt! Én fogom, te gyújtom! Na, ez... Semmit nem kell csinálni? Ez meghitt. Ez kifejezetten meghitt. Most kapcsol ki Gergő. Aha, most kapcsol ki Gergő. Itt kezdődik a probléma, hogy nem fogja kikapcsolni a Gergő. Itt még tudták kezelni a betegségét. Igen, mert itt látszik az időbeli különbség. Itt még azért valahogy kezelték azt, hogy ő fogykos egy kicsit, de ma már ez nem megy. Tehát itt eltelt egy évtized. Ez egy kicsit jó, hogy így belelátni egy ilyen embernek az agyába egy kicsit. Azért a szélsőséges ellentét is ad egy vibe-ot az egész sztorinak, hogy egy évtizednyi bánat és nyomorúság mennyire meg tudja változtatni az ember személyiségét. Ezzel teljes mértékben egyetértek, ez ki hosszú idő. Ezt nézni is rossz amúgy. De érdekel az a baj, hogy érdekes, mert az én életemben nincsen nyomor, és jó nézni, hogy más életében nyomor van, és meg tudom nézni, milyen a nyomor, és akkor nem akarok ilyen lenni, és akkor egy kicsit így ebből talán föl tudsz emelkedni, vagy nem tudom, lehet, hogy ez lehet az egész motiváció a mögött, hogy valaki mondjuk a való világot nézi. Menjünk vissza, nézzük meg, hogy mi volt most karácsonykor. De a csillagszorozás közben is a hülyet, letölt, ősrégi film, letöltöm neked akár. Mennyire nyomasztó. Nagyon más vibe. Egy teljesen másik családot látok itt. Ezt teszi 10 év nyomorúság. Szemtűnöpen. Nem üvöltjél. Rohadj meg, te most léptem itt. Arról is van videó, hogy a mama rugdossa a papát. Ne! Mindenről van videó? Miért? Egy másik csatornája, Neo True vagy DJ Neo True,
eléget egy orvosi papírt, amiben mentális és pszichés betegségét megállapították, és az ő szavaival élve, hogy a papírt elégette, ő már nem beteg. Mi a fa? Na jó, nézzük meg akkor ezt. Többé nem leszek beteg. Elégeti az orvosi papírjaid. Isten veled elmebetegség. Isten veled elmebetegség. Gonosz gyógyszerügynökök írtak fel. Gonosz gyógyszerügynökök? Most komoly? És most már egészséges vagyok. Yeah! Karácsonyi! Úristen! A Sonyt átírta arra, hogy karácsonyi. Én csak karácsonyozunk egy kicsit. Szép karácsony csináltam. Én igyekeztem. Te rontottad el a tévé b***ágoddal. Következett az, amit mondtam. Mi? Mi következett be, Lándikám? Majd apáddal megbeszélem. Hoppa, mit akar megbeszélni vele? Bekövetkezett, mi következett be? Eljött a vég. Ezek a csúnya, gonosz dementor szörnyek az esküdtelenségeim lettek. Ezek most már azt sem érdemlik meg, hogy egyáltalán hozzájuk szóljak. Magasról és nagyívben lesz őket. Nekem sokkal fontosabb dolgaim vannak. Akkor most már nem lesz több karácsonyi videó? Akkor vége van? Hát ez nem egy trilógia volt. Ez konkrétan egy komoly Netflix sorozat látna. Azt kérte, hogy a földön kívüli nagy tanács pusztítsa el a sátánt, aki a világban minden baj forrása. Ez volt a kívánság listája idén karácsonyra, és nem olvashatta fel. Most nézzük megint a 2011-es karácsonyt. Egy kicsit jó vibe-ok is legyenek azért. Mit kapott a papa? Itt tartottunk, hogy mit kapott a papa? Hát ez nem igaz. Miért? Fura ez a karácsony egy kicsit. Most keretem az alatt. Mama! Annyi melegítőm van. Kapott melegítőt, de jó fej. Gyorsan segít leszokni a dohányzást. Igen! Ó, dohányzásról segítő leszokni. Az a nyomasztó, amit egy autista embernek át kell élni egész életében. Van egy videó, ahol 2009-ben villamos mérnöki karon bullyingolják szegény gyereket. Sok minden vezet ehhez az állapothoz. Van ilyen videó, és ezt is át tudod küldeni? Ez nagyon mély. Ez nagyon mély lesz, szóval erre álljátok készen, hogy lehet, hogy most kéne kikapcsolni a streamet, hogyha ezt nem akarjátok nézni. Ez az origin sztoria a srácnak valószínűleg. Szeretném megkérdezni először is, hogy hívnak? Márkó Gergely. És mesélnél egy-két régi csibétséget, mert hallottunk egy-két. Ó, persze, sok érdekes dolog történt velem az általános iskolás éveim alatt. Például... Kivágjuk majd, nem tudom. Nem lesz kivágva. Hú, most beugrott nekem az izé. A Sebestyén Balázs, hogy kérdezi, hogy... Várj, egy nyersanyagot senki nem néz. Volt egy gyerek, aki nagyon szeretett verekedni, meg másokkal kötekedni. Egyszer kicsit rám szállt, meg akart verni, üldözött. Én beszaladtam egy tanterembe, és akkor ő utánam jött. Elkezdtem elég sűrű székeket dobálni az ajtó felé. Előbb-utóbb szegény megijedt és elszállt. Azt rólt. Miért van a nyakadban? Azért van nálam, mert a nagy előadó teremben egy kicsit későn érkezem, akkor már csak hátul van hely, és onnan nem lehet jól látni a táblát, főleg akkor, hogyha a tanárbácsi icipici betűkkel kapírgál a táblára valamit. Nem érzi magát megalázva egyáltalán. Itt nem is tűnik úgy nekem az, hogy az volt a cél, hogy megalázzák, csak egy ártatlan videónak tűnik. Nem tudom, most oké, hogy röhögnek rajta, de itt most azt kell nézni, hogy jól érzi magát az összes fél. Szerintem jól érzi magát az összes fél. Nem hiszem, hogy itt az volt a cél, hogy ezt így kitegyék az internetre. Szerintem csak így később került ki, de nem tudom. Vele röhögnek, nem rajta vágod. A PC-ajtókról összegyűjtögettem a kilincseket. Amikor lebuktam, akkor éppen 9 pár kilincs volt. Ezt nem kapta érte semmit, vagy valami büntetés? Hát dehogy nem, hát fél évkor kirúgtak. Mi a fasz? Fűtési rendszernek volt valami ilyen kiengedő csapja, és ezt kinyitottam. Rázom a fejére, geci, megőrülök. Hát akkor abból is elég nagy balhét csináltak. Nem tudom milyen, csak el kellett volna zárni. Olyan bénák voltak, nem voltak képesek elzárni, helyette anyukámnak telefonáltak, hogy menjön oda a munkahelyére, és zárja el a csapot. Csak röhög, vágod, nem bírja. Ő csak röhög, és nem akar hangosan röhögni, szerintem. Próbálj visszatartani. 1999 őszén készült ez a felvétel. És ezt a Markó Gergely Imre írta ide a saját csatornájáról. Már akkor vannak videók róla. Nagyon nagy lórja van ennek az embernek. Lehet, hogy mélyebb, mint a Sodi lór. Mi a baja? Miért bántják egymást? Boldog banyák napját kívánok, Isten éltessen!
Így mondod akkor? Tudom, mi van a pohárba, család. Nem, különleges virág. Szerintem ez így elég volt. Ez így konkrétan elég volt. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon. Ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész.